Vida Camilla, a gép pihen. Ez a vers az ELTE támogatásával készül. Pontosabban a vers megírása közben az ELTE ösztöndíj bizottságának határozata értelmében havi 30 ezer forint juttatásban részesülök. Csupán egy portfóliót írtam, és két szakmai ajánlást csatoltam a pályázathoz. Az ELTE Magyarország első számú egyeteme. Az ELTE hallgatója vagyok a harmadik éve. Egy nagynevű professzortól kértem ajánlást a pályázathoz, akivel sosem találkoztunk személyesen. Nagyon hamar és udvariasan annyit válaszolt a levelemre, hogy szívesen támogat, írjam meg az ajánlást a nevében, ő pedig aláírja és beszkenneli nekem. A közöttünk lévő nemi és státuszkülönbség, illetve az e-mailezés alapvető illemszabályai, elképzelhető nyelvi eszközei megakadályoztak abban, hogy őszintén reagáljak. Az e-mail írással kapcsolatos szorongások egyébként sok embert érintenek a magyar társadalomban. Az ösztöndíjat az elmúlt hónapban éterre, kollégiumra, bérletre, cigarettára, könyvekre és új fürdőruhára költöttem. A kötet tervemen úgy, ahogy töprengeni kezdtem. Fontos számomra, hogy betartsam a pályázatban foglaltakat. A féléves beszámolót, illetve az ELTE nevének feltüntetését minden szakmai tevékenységem végzésekor az ösztöndíjas időszakban. Amikor valaki azt mondja, bocsáss meg, dolgozom, azt így képzelem el. A kötetben nem sokszor fog szóba kerülni az ELTE. A hökös fiú átkarolt egy buliban, és azt mondta, hogy vannak olyan típusú pénzek, amelyeket egyszerűen nem lehetne elkölteni. Áldilemmákat vázolok, amelyekről az emberek többsége ugyanazt gondolja. Semmit. E-maileket írok, és szégyent hazudok válvonás helyére, aztán reflektálok rá, hogy ne töröljenek ki a tudatos alkotók egymásért csoportból. Ne érezd magad egyedül. Nekem sincsenek ebben a kérdésben morális problémáim. Az intézmény örök, az alkotó forog, a gép pihen.